Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán. Amint a címben látjátok, egy food haul videót szeretnék bemutatni nektek. Tesco-ban és Lidl-ben jártunk, és az ott vásárolt termékeket szeretném nektek gyorsan bemutatni. Nem is húznám akkor az időt, kezdjünk is bele. Látjátok, nem olyan sok mindent vettünk most, igazából csak pár dolog van itt, de lássuk, hogy miket sikerült ezúttal beszereznünk. Kezdjük akkor a sort két felvágottal. Az egyik egy Tesco sonka, 100 grammos, és ez volt 108 forint. A másik pedig egy lidis. Piknik szelet, főt füstölt, hát nem tudom milyen lesz az íze, ez valami 300 forint volt, kellett már valami száraz szalámi, már mondtam ezeket a párizsi féléket, azért vettem. Ez egy téli szalámi, emiatt egy kicsit zsírosabb, de nagyon finom. Szintén Tesco-ban vásárolt tolletrapista sajt, ez is akciós volt, ez 367 forint volt, van itt egy fél zsíros túró, ez is szintén akciós volt, ez 117 forint. Van itt akkor két csomag mizó túró desszert, ez is szintén akciós volt, 295 forintért. Vettünk még pár darab paradicsomot, egy kis banánt, két darab retket, ezt én szeretem. Akkor van még itt, hát egy jó pár adag joghurt. Van itt egy Yokubella ananászos, ez is szintén akciós volt a Tesco-ba. Ez 51 forint volt. Van még itt egy, hát egy ilyen nagyobb, hány grammos? 315 grammos és 164 forintért egy meggyízű joghurt, ezt magamnak vettem, nem tudom, hogy még milyen. Nem ettem még ilyet. Meglátom. Van itt akkor egy Danon. Nem volt rossz, ehető volt, de nem hiszem, hogy legközelebb veszek még ilyet. Itt egy Danon 4 darabos natúrjog volt, ez is szintén akciós volt. 87 forint. És egy Actimel, amiben van 2, 4, 6 darab. Ez volt 509, ezt is magamnak vettem, még nem ettem ilyet. Nem. Nekem nem vált be, nem ízlett. Egy kortyot ittam belőle, de az is elég volt. Egy croissant, vanília és csokoládé ízű. Ez is akciós volt, 110 gramm és mindössze. 65 forintért. Azóta már többször vettünk, és nagy kedvenc lett. Itt a masik lesznek. Van itt egy Lidl-ben vásárolt party mix. Nem tudom, hogy milyen. Nem ettem még. Remélem, hogy jó lesz. Ez 300 gram és 400 forint volt. Párom vett minden a két csomag cukrot, mind a kettő savanyú. Ez kubacok. Ez pedig macis. Nem tudom, hogy milyen lehet, mert ő a Haribo-t szokta enni. Majd meglátjuk. Ez 200 gram. Ez pedig 400. Van itt egy mézes puszett liszi formájú kajszi barack, azt hiszem kajszi barack ízesítéssel. Ezt is Tesco-ba vettük el, azt hiszem 250 volt, ha jól emlékszem. Párom a nagy gumicukor szakértő, és ő azt mondta, a kukacosnak jobb az íze, a macisnak viszont jobb az állaga. A puszedlivel egy baj van. Annyira finom, hogy egyszerűen nem lehet abba hagyni. Egy zacskóval egyszerűen nem elég belőle, annyira eteti magát. Vettem magamnak egy Top Joy almaeper és egres üdítőitalt. Nagyon szeretem, ha nagyot veszek, akkor ezt szoktam venni általában. Kicsikből pedig a erdély gyümölcsöst. Cicáknak egy száraz macskatáp. Egy marha és pulyka ízesítésű, valamint egy nedves kutya eledel, ezt is mondjuk a cicáknak vettem.
Ez is marha ízben. Ezeket a Lidl-ből vettem. Nem tudom, hogy milyenek lesznek, mert a Pennybe szoktam vásárolni. És van még itt a Tesco-ból egy szendvics toastkenyér, ami 750 grammos és 90 forint volt. Van itt pár vegyi áru is, nem olyan sok. Van egy Vanessa 24 tekercses toalettpapír. Erre volt kuponom, ezt azért vettem, ráadásul akciós is volt, így jó áron jutottam hozzá. Akkor van itt egy 20 méteres alufólia. Hát nem tudom, hogy mennyi volt, mert ez párom tette a kosárba. Van itt egy Tesco papírzsebkendő 100 darab, 3 rétegű. Ez valami 140, nem tudom mennyi lehetett. Van itt egy 6 darabos mozogató szivacs. Ezt is párom tette a kosárba, mert ő használja, a legtöbbet ő mosogat, nagyon szinte ő mosogat. Következő egy Tesco Proformula 120 darabos hipoallergén vattakorong, és sminklemosásra szoktam használni. Ez 210 forint volt. Ha makacsabb felülettel kell megbirkóznia, akkor egy kicsit széjjel esik. Van itt egy rozsdamentes acéldrótból készült szivacs, ez 3 darabos. Ezt is párom tette a kosárban, fogalmam sincs, hogy mennyi lehetett. És amiért igazából a Lidl-be indultunk, az nem más, mint ez a Sien micellás víz szenzitív, száraz és ugye érzékeny bőre. Én ezt szoktam használni sminklemosásra. Igazából nekem ez teljesen megfelel. Valami 560-70 forint, nem tudom. Nekem bevált, nekem nem kell a drágább. Ugyanazt tudja szerintem, mint a néve. Ez lett volna a mi kis food haul videónk. Remélem tetszett nektek. Ha igen, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Legyen szép napotok. Sziasztok, puszi-puszi!